Magyarország egyik legnagyobb kapacitású erőművét adták át Pakson. A dunaújvárosi kézilabdázók a Győr együttes ellen lépnek pályára szerdán. Nemzetközi lövészversenynek adott otthont Dunaújváros. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Kedden átadták Magyarország egyik legnagyobb kapacitású naperőművét Pakson. A létesítmény több mint 20 megawatt beépített teljesítményével segíti az ország klímavédelmi célkitűzéseinek elérését. Az ünnepélyes átadáson megjelent például dr. Kaderják Péter, energiaügyekért és klímaügyekért felelős államtitkár, illetve dr. Juhász Edit, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közmű szolgáltatásokért felelős államtitkár is. Magáról a beruházásról egy pár szót, 20,6 megawattos beépített teljesítményű erőműről beszélünk, ez körülbelül 22 gigawattórányi villamos energiát tud előállítani. Elhangzott, hogy ez körülbelül 8500 háztartás, körülbelül 20000 embernek termel és biztosít villamos energiát. Tehát egy picit szimbolikus akarok lenni, akkor a naperőmű Paks ellátását szolgálja, a paksi atomerőmű pedig az ország ellátását szolgálja, tehát így kapcsolódunk mi ehhez a történethez. Kóbor György, az MVM Magyar Villamosművek ZRT elnök vezérigazgatója mellett dr. Kaderják Péter energiaügyekért és klímaügyekért felelős államtitkár is beszédet mondott Magyarország legnagyobb naperőművének átadó ünnepségén. Aki többek között elmondta, a kormány célja, hogy a napenergiának a villamosenergiában való súlya egyre inkább jelentős legyen hazánkban. Ma a magyar villamosenergia termelés 60%-a karbonsemleges, tehát tiszta, ha úgy tetszik, kibocsátás semleges. Ezt a részarányt szeretnénk tovább növelni a hasonló naperőműves beruházásoknak a létrehozásával. A következő 2-3 évben 2 és 3 ezer megawatt körüli teljesítmény az, amely napelemes erőműből beépülhet a magyar villamosenergia rendszerbe. A jelenleg Pakson átadásra került több mint 20 megawatt áramot termelő rendszer 51 hektáron terül el a paksi atomerőmű szomszédságában. 74.360 darab napelem került beépítésre, több mint 1000 tonna tartószerkezet, az, amit itt a kivitelezők beépítettek, több mint 29.000 darab levert cölöp. A kerítés, ami körbeveszi ezt a létesítményt, az csak nem 4 km hosszúságú. A kerítés mentén intelligens kamerarendszer került kiépítésre, ami egy nagyon biztonságos vagyonvédelmet valósít meg. Maga az egész erőmű is egy távkezelt létesítmény a vagyonvédelmével és a villamos technológia üzemeltetésével együtt. A sokszintű engedélyeztetésen átment létesítmény első feszültség alá helyezése 2018. decemberében kezdődött meg, és már 2019. január 1-e óta üzemszerűen termel. Sajtótájékoztatót tartott hétfőn a Hankók gyár előtt Szabó Zsolt önkormányzati képviselő, a Párbeszéd országos elnökségi tagja, rabszolgatörvény helyett megbecsülést címmel. A sajtó képviselői előtt felszólította Cserna Gábor polgármester urat, hogy haladéktalanul mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a Hankók gyárban dolgozókat minden joguk, köztük a sztrájk jog is megillesse. Ezt követően pedig válaszolt a sajtó kérdéseire. A gyárban azt mondták nekünk, hogy 3:30-kor folytatódnak a bértárgyalások. Nem érzi úgy, hogy ez a 2 órakor tartott sajtótájékoztató, ez csak hangulatkeltésre jó? Mert még az is lehet, hogy megállapodás születik. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a tisztességes bérért tisztességes munkát kapnak a munkavállalók itt Dunajvárosban, bármelyik gyárban, azt meg annak örülni kell, és én politikusként azért állok ma itt, hogy felhívjam a figyelmét arra a közvéleménynek, hogy a rabszolgatörvény ide, a rabszolgatörvény oda, Dunajvárosban tisztességesen kell bánni a munkavállalókkal. Nemzetközi lövészverseny. Magyar résztvevők mellett többek között ukrán és román nemzetiségű versenyző is indult a helyi lőtéren megtartott nemzetközi IDPA lövészversenyen. A viadalon mintegy 80 sportoló durrogtatott. Ez a pálya is egyike volt annak a 9-nek, amelyen a bajnokságra benevezett versenyzők megmutathatták tudásukat. A helyi lőtéren ugyanis egy rangos nemzetközi megmérettetést tartottak. Ez a viadal a Dunaújvárosi Lövész Sport Egyesület 2019-es évének első tornája volt. Több országból mintegy 80 versenyző vett részt, köztük természetesen magyarok is. Azért erre a versenyre jelentkeztünk, mert ez egy ilyen
egy ilyen önvédelmi szituációs verseny. Tehát nagyon jó gyakorlás, hogyha életbe előforduló szituációk, egy esetleges bankrablás, vagy házadba betörnek és éppen otthon vagy, akkor hogyan tudod ezt a szituációt megoldani, ha rendelkezel önvédelmi lőfegyverrel, vagy sportszívóval esetleg otthon. A verseny egyik szervezője, Belme Attila elmondta, összesen 9 szituációban mérhetik össze tudásukat a sportolók. A pályákon egy elképzelt történetet követve adhatják le lövéseiket. Ez Amerikából indult ez a sport, ez alapvetően önvédelmi sportnak indult, és ezért jellemzően olyan fegyverekkel lehet lőni, ami önvédelmi célra is alkalmas lenne a sport cél mellett. Tehát a nagyon gyenge fegyverekkel nem lehet, vagy mondjuk például egy vadászpuskával sem lehet, hanem alapvetően ugye pisztollyal. Ugye az IDPA-ban a P betű a pisztoly rövidítése, tehát egy pisztoly verseny, és maga a felszerelésnek is olyannak kell lenni, ami nem egy ilyen különleges, tehát olyan, mint egy, nem olyan ez a verseny, mint egy Forma 1, hanem inkább, mint egy rally, tehát hogy nem egy csak pályára tervezett speciális felszerelés, hanem egy mindennapi életben is alkalmas felszerelés. Illetve nem tudom, hogy láttátok-e, hogy több megtárs rendőrségi komandós is részt vesz a versenyen, tehát ugye ők természetesen a szolgálati felszerelésükkel versenyeznek. Az év hátralévő részében a Dunaújvárosi Lövész Sport Egyesület több megmérettetést is tart majd. Országszerte körülbelül 25 lőtér van. Elmondható, hogy mindközül a Dunaújvárosi a legszínvonalasabb, amely az elmúlt években teljes átalakuláson ment át. Az épületet rendbetették, majd 12 darab pályát építettek. A Győr gárdája ellen lép pályára szerda este a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női csapata. A lányok nehéz időszak előtt állnak, hiszen a tabella első helyein álló ellenfelek várnak rájuk a hónap további felében. Legutóbbi bajnoki meccsüket itthon játszották a dunaújvárosi kézilabdázók, akik akkor a Békés Csaba együttesét fogadták. Végül a második fél időben elkövetett több hiba miatt szoros mérkőzésen tartották itthon a győzelemért járó pontokat. Az elmúlt héten pedig edzőmérkőzést is játszottak a DKK a lányai. Mi minden két pontnak vagy pontnak örülünk, és örülnünk is kell. Ez a Békés Csaba is így volt, azt gondolom. Nyilván nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Az elején tökéletesen játszottunk az első fél idő, azt gondolom, hogy teljesen jó volt, ahogy megbeszéltük. Aztán a második fél idő egy kicsit úgy beragadtunk az öltözőbe, vagy olyan hibákat követtünk el, amit nem lehetett volna. De nyilván itthon tartottuk a két pontot, győztünk, nekünk ez nagyon fontos. Utána volt ugye az edzőmeccs a múlt héten. Nekünk fontosak ezek a meccsek, meg ilyenkor, amikor két meccs közt van mondjuk egy hét pihenő, vagy amikor nem játszunk, akkor azért ki lehet esni a ritmusból. Ezek mind azt szolgálják tényleg, hogy tanuljunk, azok a hibák akkor jöjjenek ki, ne a bajnoki meccseken. Nehéz menetrend vár a dunaújvárosi kézilabdázókra, hiszen ahogyan a szezon elején, úgy most a visszavágóknál is egymást követik a legnehezebb ellenfelek. Most a Győrhöz látogat György László gárdája, aki felszabadult játékot vár a lányoktól. Egy igen nehéz mérkőzés vár ránk a Győr otthonában. Mindig mondjuk, és valóban így van, a világ egyik legjobb klubcsapatához fogunk látogatni. Normál mederbe folynak az edzések, lehetőségünkhöz képest felkészülünk természetesen, mint minden egyes mérkőzésre. A védekezésünk itt az elmúlt mérkőzésen egy kicsit lazább volt, én úgy gondolom, hogy azt próbáljuk egy picit majd rendezni, csiszolni. Aztán megpróbáljuk ezt a mérkőzést felhasználni majd a következő mérkőzésekre. A lányok megmérettetése szerdán lesz a Győr ellen. Az idegenbeli mérkőzés este 6 órakor kezdődik. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Magyarország egyik legnagyobb kapacitású erőművét adták át Pakson. A dunaújvárosi kézilabdázók a Győr együttese ellen lépnek pályára szerdán. Nemzetközi lövészversenynek adott otthont Dunaújváros. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, időjárás jelentés következik, majd Hírplusz című műsorunkban a Rácalmási kerekasztal beszélgetést tekinthetik meg bővebben. Ezután újonnan induló magazin műsorunk első részét, a Csacsogó csemetéket láthatják. Anyagainkat pedig bármikor visszanézhetik honlapunkon, a www.dplusztv.hu weboldalon.
Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdára virradóra többfelé lehet eső, zápor, de napközben már napos idő ígérkezik. Kezdetben még délen, délkeleten eshet, napközben már sehol sem valószínű csapadék. A déli egy szelet a Dunántúlon élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban néhol északon és az Alpokalján lehet gyenge fagy, napközben 16 fok körvonalazódik. Csütörtökön csapadékmentes, de felhős idő várható, kezdetben rövidebb napos időszakokkal. Erős, viharos délnyugati szélben lehet részünk, 21 fokig melegszik a levegő. Pénteken élénk nyugatias széllel, szórványos záporokkal egy gyenge hidegfront érkezik. Jelentősen nem veti vissza a hőmérsékletet, délután 18 fok valószínű. Hétvégén a legtöbb helyen szeles időben lesz részünk, szórványos csapadékkal, 15-16 fokos maximumokkal. A következő hét elején pedig szeles, esős idő ígérkezik. A kellemes koratavaszias hőmérsékletet pedig használják ki, akár egy a Dunaparton tett esti séta is hozzájárulhat a nyugodtabb alváshoz. Mutatjuk Temesvári Márk fotóját egy kis kedvcsinálónak, és továbbra is várjuk az önök által készített fotókat, amelyeket szívesen megosztanának velünk, hogy ezzel is színesíthessük időjárás jelentésünket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!